Na, hát akkor én live vagyok. Hello, kiddos! Ma a Palacskó Andrással és a Majával fogok beszélgetni. A témánk pedig az lesz, hogy hajlandó vagy elveszíteni mindent, hogy megkaphass bármit. Vagy hajlandó vagy elveszíteni bármit, hogy megkaphass mindent. Szóval, amint látni fogom őket, hogy néznek, ami remélem, hogy mindjárt megtörténik. Szia, András itt is van. Pam! Túlgyors. Szia, Gabi! Na, én mindjárt megkeresem magam, hogy itt... Hello! Úristen, sziasztok! Na, hát egy kis technikai cucc. Én megosztom ezt a beszélgetést, hogy jó sokan láthassák. A Share to Page szerintem. Hogy vagytok? Jól, köszönöm. Sziasztok. Kiválóan, kiválóan. Én szerintem igen. Legalábbis remélem, hogy mindjárt megkérdezzük itt a többieket. Meg a hang. Rossz a hang? Nem, most bent a füles, rendben hallatszunk-e? Szerintem rendben hallatszunk. Szerintem igen. Én kétszer hallom magam mondjuk, de mindjárt kihúzom ezt, halljátok. Most kétszer hallod? Valószínűleg, mert hogy mivel nálunk nincs fel. Na jó. Lássuk. Lássuk. Jó, na meglátjuk, hogy hogy lesz. Én magamat hallom kétszer, de én nem túl tudom tenni magam ezen szerintem. Max, hogyha nagyon gáz. Most nagyon jó lesz. Most is kétszer hallod? Nem. Sziasztok! Hello. És ti most hallotok? Engem. Igen. Mi hallunk. Igen. Hallunk. Láttok, úristen. Látunk. Milyen minden. Az idő Costa Ricán? Napsütéses. Napsütéses. Oké. Okay. Figyú, Vera, most is visszhangzom még? Megírod? Mert akkor max újraindítjuk, annyi baj legyen. Nem, most már biztos rendben lesz, hogy mi betettük jó, a... Jó, majd a Verát megkérdezik. Most jó, oké, szuper, köszi. Oké, most látom csak azt. Oké. Na, hát köszi szépen, hogy ma is jöttetek beszélgetni. Most már ez a péntek nem múlhat el nélkületek. Úgy látszik. András nélkül, vagy Maja nélkül. És én meg hogy lehet ilyen szerencsés, hogy veletek beszélgetek állandóan. Szóval... belekezdhetek én, hogy mi is ez a beszélgetés, és akkor utána csapatjuk neki? Oké. Szóval én az Andrástól hallottam ezt is először, mi mindent, ebből az új életemből, hogy feltette nekem azt a kérdést egyszer, hogy hajlandó lennék-e mindent is elveszíteni. És akkor persze mondtam, hogy nem, hát ki az a hülye, aki bármit is elveszítene, szivarc? Hát ilyen kérdés ez, felháborító. És hát történt velem valami az elmúlt hetekben, ami annyira kitágította a valóságomat, hogy azóta is csak kapkodom a fejem, és baromi boldog vagyok miatta. El szeretném ezt mesélni a többieknek, akik itt vannak velünk, és akkor szeretném, hogyha erre a kis sztorira így ráépítenénk ezt a mai beszélgetést. Biztos, hogy nektek is van egy csomó ilyen sztoritok egyébként. Szóval az történt velem, hogy miután hazajöttem Amerikából, az egyik barátnőmtől kaptam kölcsön pénzt. És elég sokat. Majd itt sokat. Kinek mi a sok. Akkor soknak tűnt. Most, hogy elveszítettem, most már nem. és az történt, hogy szóltam neki, hogy visszaküldeném a pénzt, és volt egy ilyen, mondta, hogy oké. És egy hónapig nem küldte el a bankszámladatait, ami önmagában furi volt, és végig, amikor eszembe jutott ez az egész sztori, hogy majd küldöm vissza a pénzt, akkor volt egy ilyen érzésem, hogy szerintem ez a pénz el fog veszni. De úgy nem tulajdonítottam egy jelentőséget, és abban a pillanatban, amikor elküldte a bankszámla adatait, és rányomtam az enterre, én teljesen biztos voltam benne, hogy ez a pénz az el fog tűnni. Ez közel 1 millió forint. És baromi sokat dolgoztam érte, de nem volt semmi értéke már a számomra azon a ponton, amikor az enterre nyomtam. És elment a pénz, kiment a TransferWise-ból, eltelt 1 nap, 2 nap, 3 nap, 4 nap, 5 nap, 7 nap,
És akkor azt írta a transzfejlesztő, hogy ő megkapta a pénzt. És akkor én megkérdeztem őt, hogy megkapta a pénzt, és mondta, hogy hát ő még nem kapta meg a pénzt. És akkor megint elkezdtek tenni a napok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amikor is így kérdeztem tőle, hogy figyelj, megkaptad a pénzt? És mondta, hogy nem, ő nem kapta meg a pénzt, szerinte fel kéne hívnom a TransferWise-t. Felhívtam őket, és mondták, hogy hát az van, hölgyem, hogyha innen kimegy a pénz, akkor a pénz az már nincs itt, úgyhogy ők ezzel nem tudnak mit tenni. Ha 3-4 nap alatt nem jön vissza hozzájuk a pénz, hát az bankfüggő, egy évbe is telhet, de hát akkor utána kellene járni, meg mindent is intézni, blablabla. Bla, bla. És úgy voltam, hogy hát, jó van, szerintem ez a pénz elveszett, és írtam a lánynak, hogy figyú, annyit tudunk tenni, hogy ez a kód, ez alapján ment ki a pénz, kérdezz rá a bankodnál, hogy hol a pénz. És mondta, hogy oké, majd meg fogja kérdezni. És igazából írtam, hogy tudod mit? Ha nem ért oda a pénz, semmi gond, csak akkor küld már rendesen az adataidat, mert egyébként ő írt el az adatait, tehát egy rossz bankszámot küldött nekem. Tudom, hogy figyelj, csak annyit tegyél már meg, hogy akkor küldd el a korrekt adataidat, és akkor hát tudod mit, elutalom még egyszer a pénzt. Igazából kit érdekel? És az történt velem, hogy nagyon érdekes volt felfedeznem azt, hogy nem az volt, hogy nem érdekelt, hogy elveszett a pénz, hanem az a gondolat jött a fejembe, hogy mit kaphatok attól, ha ez a pénz most elveszett. És feltettem azt a kérdést, hogy milyen lesz az életem 5 év múlva, ha ez a pénz most elveszett, és sosem kapom vissza, és milyen lesz az életem 5 év múlva, ha visszakapom, és az jött, hogy ekkora lesz, ha nem jön vissza. És feltettem azt a kérdést, hogy milyen éberségeim lehetnek itt, amik soha nem lehetnének, ha ezt a pénzt nem veszíteném el, és így elkezdtek záporozni az információk. Attól a perctől kezdve abba bíztam, hogy csak vissza ne kapjam pénzt. Mondom, úristen, nekem sokkal többet. Én nem akarom visszakapni ezt a pénzt. Ja, Istenem, csak veszten el. Úristen, én nem akarom visszakapni, és még soha életemben ennyire boldogan nem veszítettem el semmit. Máskor 1000 forintot, ha nem találtam, akkor úristen, hol van ez 1000 forint. És azt történt, hogy elmentem egy vászkezelő, és ott is beszélgettem a vászkezelővel, hogy és meséltem neki ezt a sztorit, és mondta, hogy és mi a téged, ez nem érdekel. És az akkor jöttem rá ott abban a pillanatban egyébként, hogy ez sem egy jó szó rá, hogy nem érdekel, hanem sokkal többet teremt nekem az, hogyha ez a pénz elveszett, mint hogyha nem. Mert hogy az én pénzügyi valóságom az úgy, ahogy van, most megváltozott ezzel a veszteséggel. És soha az életben nem lettek volna meg ezek az éberségeim, ha ez nem történik meg. Úgyhogy aztán utána kérdeztünk a banknál, nem volt ott a pénz, és akkor készültem visszautalni a pénzt, és egyszer csak pár nappal később kaptam egy üzenetet a TransferWise-tól, hogy teljesen titokzatos módon ez a pénz valahogy visszakerült hozzájuk, de hogy arra gondoltak, hogyha már ez így alakult, akkor bocs, és amúgy kijavíthatom az adatokat, és akkor nem konvertálják vissza a forintomat dollárba, nem kell több pénzt fizetnem a transferért, tehát nem lesznek extra költségeim, amúgy már magasabb a dollár, mint azokban a napokban. És akkor, ha gondolom, akkor csak egy klikkel nyugodtan elutalhatom a jó bankszámla számra. És nagyon vicces dolog, tehát kézzétek, hogy jó, elkijavítottam, ráklikkeltem, elküldtem, és ma visszarakták a bankkártyámról az egész összeget. De közben a lány bankszámlájára is megérkezett a film. És itt ültem, és mondom, úristen, na jó. Szóval, hogy ez a helyzet megtanította nekem azt hiszem azt, hogy minden az én fejemben dől el az, hogy elkezdek-e így dobozolgatni mostantól, folytatom ezt a dobozolgatást, hogy hajlandó leszek-e az éberségemmel és a tudásommal menni, és tényleg elismerni azt, hogy ebben az univerzumban mindenki és minden a tudatossággal a még több éberségre próbál engem rávezetni. És hogyha ezt magamhoz ürelem, akkor mennyire tágulhat ki a valóságom túl azon, amit valaha el tudtam volna képzelni egyébként. És hogy tényleg hajlandóak vagyunk elveszíteni mindent is, hogy, és mi az, amit nem vagyunk hajlandóak elveszíteni egyébként, ami miatt nem kaphatjuk meg, amit szeretnénk. Mi az az egyetlen dolog, amit nem vagyok hajlandó elveszíteni, amit ha hajlandó lennék elveszíteni, akkor minden is az enyém lehetne. Szóval ez lett volna a sztorim, és akkor úgy éreztem, hogy szerintem ez egy zseni Facebook Live téma lehetne, mert azt érzékelem, hogy azóta gazdagnak érzem magam. Csak attól, hogy hajlandó voltam elveszíteni ezt az összeget, még sose éreztem úgy, hogy én gazdag vagyok.
És eljöttem, hogy bármikor meg tudom teremteni azt a pénzt, és minden csak itt volt eddig, a limitációim. És hogy olyan, mintha most nem lenne semmi. Félelmetes egy kicsit ez az érzés. Ha. Wow, igen. Tehát így ilyen sztorival indítani egy ilyen... azt akartam mondani, egy péntek reggel, de nálatok már ugye délután van, ez csak nekünk reggel. Facebook live-ot. Fantasztikus, és nagyon sok ponton nagyon sok érdekes téma nyílik meg ebből szerintem már önmagából. Tök érdekes, én most így azt fognám meg, ami nem annyira a lényege, de hogy amikor azt mondtam, az jött, hogy az éberség jött, hogyha elveszted, akkor az sokkal nagyobbat terem neked, mint hogyha visszajön hozzád ez a pénz. Tök érdekes, hogy az egy pillanatnyi dolog, de amint már túlléptél utána, tök cuki volt, hogy így, hogy nem, ne jöjjön vissza, tehát ragaszkodtál ahhoz, hogy így ne jöjjön vissza, pedig az már egy tök másik pillanat, ahol teljesen más éberség van, és akkor ott mi teremt többet. Tehát, tök érdekesen így be tudunk ragadni abba, hogy azt gondoljuk, hogy van egy éberségünk, és ahhoz életünk végéig ragaszkodni kell, nem. Az éberség az mindig pillanatnyi, és a következő kérdés az, hogyha van egy ilyen éberség, hogy és most mi van? Mert amint beszilárdítunk egy éberséget, az többé nem éberség lesz, hanem az már egy ilyen beszilárdított cucc, az már egy következtetés. És ez az, amiben főleg amikor az elkezdjük az Access Consciousness-nek az eszközeit először használni, akkor olyan könnyen belecsúszunk ebbe a dologba, hogy volt egy éberségem, és az ma is velem van, pedig ez már 2 évvel ezelőtt volt, tehát hogy így, és megkérdezted, hogy még érvényes? Tehát, hogy így... Tudod, így... amikor 5 éves voltam, volt egy éberségem, és most ez hogy áll? Tudod? Úgyhogy... Wow. Köszönöm. Ez egy ilyen hatalmas dolog, és fú, nagyon hálás vagyok, hogy ezt így belemesélted ebbe a sztoriba, mert én is, András is, mindenki belemegy ebbe a dologba, és amint rájövünk erre, ja, hogy egy új kérdést, új pillanat van, új kérdés van, új éberség van, és lehet, hogy az az új éberség az ugyanúgy néz ki, mint az előző éberség, és az is lehet, hogy tök másképp, de hogyha nem megyünk kérdésben, akkor ez nem fog fölbukkanni, tehát nem adjuk meg neki a... Tehát amint ragaszkodunk a következtetéseinkhez, lezárjuk a teret tehát a következő éberségek megjelenéséhez. És tulajdonképpen ez abszolút fölfűzhető erre a témára, mert az éberség abban a pillanatban úgy tűnik, hogy megtaláltam a tutit, az igazságot, a helyes nézőpontot. Nos, ezt hajlandó vagy elveszíteni? Mert ugye most pénzről beszéltünk, de egy egész csomó dolgot ugyanígy kezelünk. Tehát például, amikor mondtad, hogy mit nem vagyunk hajlandóak elveszíteni, akkor az ugrott be, hogy a józan eszemet. Ahhoz, hogy éber tudjál lenni egy csomó dologra a pillanatban, hogy most mi működik, és most, ahhoz hajlandónak kell lenni a következtetéseidet, az igazságaidat, a módszereidet, a múltadat, a józan eszedet elveszíteni. Mert az egész benne tart a racionalitásba, a rendbe, az, amiben így lassacskán belepunyadunk, és megőrülünk az unalomtól, és nem megy előre az életünk. És ha ezeket hajlandóak vagyunk elveszíteni, akkor jön az élet nagy kalandja, az energia követése, és a lehetőségek, az éberségek követése. Ez nagyon jól hangzik.
Egy kicsit kifejtjük itt azoknak, akik 110 vagyunk, hogy mit jelent András vagy Maja, bármelyikőtök, ami jön. Hogy mit is jelent valójában az, hogy egyrészt ugye, hogy 10 másodpercben létezni, és mindig az adott menetekkel, vagy minden jó? Bocsánat, de lehet, hogy újra kéne felszállnunk, mert Maja belepiszkelt valamibe, és duplán hallatszol. És hogy csak kihúl... Várjál, akkor csak ti lépjetek ki, és akkor utána visszaveszlek benneteket. No. Na, sziasztok! Most csak én vagyok itt egyedül, 113-an nézhetitek az én arcomat. Mindjárt visszaadom Andráséket, jó, egy pillanat. Most nem tudom őt hozzáadni, akkor várok még egy picit. Szóval, oké, szuper, mehet. Köszönjük a türelmet mindenkitől, már adlak benneteket. Szia, Linda! Hey, hello! Most jó? Hello! Most jó. Igen, elvesztettük az adást, de nem féltünk. De mi olyan ügyesek vagyunk már ebben a live-ozásban, hogy itt nem tud hiba történni. Kilépünk kicsit, visszalépünk. A lényeg az, hogy nekem ne kelljen kilépnem, mert az úgy vicces lenne, hogy két részes live. Az elején már egy kicsi beszélgetés, aztán megint egy kicsi beszélgetés. Szóval, vissza akkor oda, ahonnan indultunk. Szóval, az volna a kérdésem, mert ugye 116-an vagyunk, biztos mindenki nagyon kíváncsi erre. Ugyan hallották már ezerféleképpen, feltételezem, hogy létez, 10 másodperces lépésekben, folyamatosan kérdez, működj az éberségedből, de hogy mit is jelent ez igazából? Annyira köszönöm egyébként Majának, hogy erre rámutattál. Észre se vettem volna, hogy annyira örültem az éberségemnek, hogy ott ragadtam. Annyira örültem ennek az egész sztorinak, hogy most hát igen. Szóval más lehetőség nem lehet, csak hogy a pénz elveszi. Más jó megoldás, nincs más. Csak ez a helyes, megfelelő jó megoldás. Úgyhogy ez nagyon... És akkor már itt megragadnám az egyik leggyakoribb félreértést, ami pont ennek a vonalán van, hogy a legtöbben, amikor hallják ezt a dumát, hogy akkor tud birtokolni, megkapni, hogyha hajlandó vagy elveszíteni, akkor automatikusan abban a következtetésben mennek, hogy akkor el is kell veszítenem. Én ezt csináltam. És egyébként nagyon vicces, ha megnézitek, az összes ilyen nagyon gazdag ember erről beszél is, hogy elvesztette konkrétan a vagyonát legalább 2-3-szor, és akkor nem ilyen millió forintokról beszélünk, hanem akár milliárd és dollárokról. De szerintem két dolog fontos, az egyrészt a hajlandóság arra, hogy legyél hajlandó, legyünk hajlandóak elveszíteni a pénzt, vagy bármit, ami ott van az életünkben, és a másik pedig az, hogy tudjuk, hogy ez a mi teremtésünk, és meg tudjuk újra, és akár többet is teremteni. Tehát, hogy a forrás az nem valami rajtunk kívülálló dolog, hanem mindannyian ti vagytok a forrás, akik ezt nézitek és halljátok. És ezt a forrást kérdőjelezed meg, amikor elkezdesz valamibe kapaszkodni, mert abban a pillanatban azt nagyobbá teszed magadnál. Mekkora az az összeg, mi az a felismerés, mi az a módszer, mi az, amit te nagyobbá teszel magadnál, amit a teremtés forrásának tekintesz onnantól, és utána így kapaszkodnod kell bele. Hiszen, hogyha azt elengeded, akkor elvesztettél mindent. Te passzus, magadat nem tudod elveszteni soha, és itt kéne elismerni a saját erődet, a saját képességedet, mint forrást, ami néha megfoghatatlan, mert az emberek általában a cselekvést, a konkrét megtanult tudást, meg ilyesmit gondolják, hogy az a teremtésük forrása, holott ez inkább a lényük. És pont azáltal, hogyha hajlandó vagy elengedni minden kapaszkodót,
egy látszólag egy totál bizonytalan térbe kerülsz, de ez a bizonytalan tér a teremtés alapja, és ez a forrása. Ez a definiálatlan, megragadhatatlan tér, amit csak egyszerűen el tudsz is meg... Igen, igen. Tehát, hogy és hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, című dolog. Tehát azt mondtad, hogy azáltal, hogy elvesztetted, élted meg azt, hogy gazdag vagy. A legtöbben úgy gondolkodnak, ha megszerzem, akkor leszek gazdag. De innentől kezdve jelentőségtelévé tett. Egy végtelen lény vagy. Hogy a picsába lehet nagyobb nálad 1 millió forint. Vagy valami titiána felismerés, amiben így belekapaszkodunk. Hogy? és ez a végtelen lény, ez pont azáltal jutsz hozzá, hogy a végest elengeded. De ez elengedés... Jó. Itt van egy bankkártya, akkor játszok azzal. Tehát nem így engedem el, hanem így engedem el. A ragaszkodásomat. És még hogyha jön is az élet és elveszi, attól még mindig így van a kezem, úgyhogy tud beletenni egy másikat. Vagy több másikat. Vagy több másikat. Vagy egy nagyobbat. Igen, ezért mondjuk mi mindig azt, hogy engedj el a jobbért. Mert ugye annyit beszéltünk már erről, hogy ha hajlandó vagyok mindent is elengedni, akkor lehet nem kapom meg, amit szeretnék, de nem fog érdekelni, ugye szoktad ezt mondani. Vagy megkapom, amit szeretnék, vagy valami sokkal jobbat kapok annál. Abszolút, így Dénnek a sztoria jutott eszembe, hogy valami iszonyú szar kapcsolatban így kapaszkodott, mert jó volt a szex. És azt mondja, amikor végre nagy nehezen elengedte az egészet a francba, a következő csajjal az első 5 perc jobb volt, mint az előzővel az egész végig összességében. Ja. Wow. Nagyon-nagyon-nagyon köszi ezeket a gondolatokat. Annyi éberséget kaptam már megint, szóval ez az egyetlen dolog egyébként mennyi mindent hozott a világomba alapvetően. Tehát, hogy már csak megosztani veletek megértem ma, mert már megint tovább tudtam menni az éberséggel, és akkor wow, és akkor az lett az éberségem, hogy minden 10 másodpercbe kellene, hogy legyen új éberségem, hogy megengednem magamnak, hogy legyen új éberségem, wow. Nagyon. Aha. Ja, és oké. Tehát így, amikor elkezdünk kapaszkodni, és akkor most tényleg hagyjuk is mondjuk a pénzt, de az igazadba, a tudásodba szerintem ennél lényegesebb nincs, mert gyakorlatilag szinte minden erre épül utána rá. Hogy tudnod kell lennie egy biztos pontnak, amit így tudsz, és ez annyira belénk lett nevelve, hogy szinte senki nem mer egyetlen lépésbe oda menni, hogy jó, akkor én dobok mindent, és válaszok helyett kérdéseim vannak. Konkrétumok helyett választom a lehetőségeket, és még hogyha konkrétumok is megjelennek, akkor sem kell ezekbe semmilyen módon kapaszkodnom. Tehát mondjuk, hogyha egy partner kapcsolaton belül, igen, itt van egy konkrét pár nekem. Hogyha
folyamatosan azon dolgoznék, hogy jaj, csak el ne veszítsem, akkor az megengedné az, hogy egy teljes térből és könnyedségből megéljük azt, ami lehetséges. Vagy pedig állandóan egy minimálra kéne összehúzódni, teleítéletekkel, hogy megfelelése, hogy mi működik, mi nem, hogyan. Tehát mindazok, akik például a nagy őt keresik, ami szintén egy ítélet és egy fix nézőpont. Pontosan ebbe bukik el hosszú távon a dolog. Ahelyett, hogy éberségünk lenne a pillanat nagyszerűségére arra, hogy most mit teremthetünk, és most, és most, és most. Ehelyett megvan a nagy ő, és ez mit jelent? Ez egy visszaigazolás? Tehát azzal, hogy van egy párom, van pénzem, van ez meg az, azzal mindig egy bizonyítékot keresek, egy visszacsatolást arra, hogy rendben vagyok. Na most abban a pillanatban, hogy nekem bizonyítanom kell valamit, abban a pillanatban én sem hiszek benne. Tehát az, aki, tehát ez a Woody Allen-féle mondás, hogy bárcsak Isten jelét adná, hogy létezik mondjuk egy nagyobb összeggel egy svájci bankszámlán, vagy valami ilyesmi. Tehát így vannak ezek a fura dolgok, amiket így szeretnénk megragadni, keressük a bizonyítékot. De pontosan itt van az, hogy mivel bizonyítani akarod, nem hiszel benne, nem ez a nézőpontot, csak szeretnéd, hogy ez legyen. És innentől kezdve, ahogy most írtam a Sedona csoportba ki, hogy ha nem vagy hajlandó valamit elveszíteni, mert nem tudom pontosan, hogyan fogalmaztam, akkor a mögött az a nézőpontod van, hogy kevés van belőle, nincs elég, és a nézőpontot teremti a valóságodat. Illetve nem pontosan a nézőpontot szűkíti a valóságodat, a választásod teremti igazán. Tehát, hogyha mindig bizonyítanod kell, hogy okos vagy, kérdemled a megfelelő partnert, hogy... Megfelelő munkát, a megfelelő mindenfélét. Hogy ragaszkodnod kell a pénzedhez, akkor onnantól kezdve gázba vagy. És így mert a mögöttes nézőpont teremt valójában. Gattyán György, az egyik leggazdagabb magyar, ő vele volt egy riport, és a munkatársait elvitte Las Vegasba. Erről mesélt a riportban, és hogy kaptak pénzt, és kifejezetten az volt a feladat, hogy játsszák el, veszítsék el az összeset. Mindenkinek kötelező volt elveszíteni az összeget ott Las Vegasba, és amikor elvesztették, és megbeszélték a feljött dolgokat, akkor így, maradt egy kis összeg, és akkor utána ezt így tök elengedve túl vannak már azon, hogy vesztenek, így föltették valamire, és visszanyertek mindent. Nem biztos, hogy pont így történt, hogy valamit nyertek, az biztos. És akkor most nem arról van szó, hogy innentől kezdve meg kezdjél kiszórni mindent. Mert az meg megint egy merev fix elképzelés lenne, ami csak korlátozna. Igen, ez lett volna az egyik kérdésem, hogy akkor hogyan tudnánk ezt ilyen földi szavakkal elmondani, hogy érdemes akkor ezt a dolgot, hogy veszítsünk, legyünk hajlandóak elveszíteni bármit. Hogyan tudnátok ezt így emberibb szavakkal
elmondani. Gyakorlatilag, igen, tehát hogy ez a igen. De én most egy tök egyszerű praktikát tudnék, tehát így az úgy nem működik, hogy figyelj, engedd meg már, hogy elveszik, csak úgy egyszerűen, hanem vannak nekünk gyönyörű módszereink. Ugye figyeld meg, hogy milyen érzést hoz föl a már a gondolata is, hogy elveszítesz valamit. És egyrészt ugye access, kérdezz rá, hogy ez kihez tartozik. Kinek a valóságát éled ilyenkor. Mert lehet, hogy egyszerűen a környezet, vagy a szüleidtől hoztad, vagy valahonnan hoztad ezt a nézőpontot, hogy te láttad, hogy kiborultak valamin, mert elvesztették, és akkor nem szabad elveszteni, mert akkor a szülők kiborulnak, meg akkor nekem is ki kell borulni, mit tudom. Szóval így ez az egyik dolog, amire rákérdezhetsz. Aztán a másik, hogy mindent, amit jelent nekem az, hogy elvesztettem valamit, a bizonyítéket annak, hogy hülye vagyok, rossz vagyok, figyelmetlen vagyok, ilyesmi. Tehát az összes döntésítélet, számítás, következtetés azzal kapcsolatban, hogy mit jelent, hogyha elveszítek valamit. Ezt hajlandó lennél elpusztítani, nem teremtetté tenni. Helyes hely, talán jó rossz potpak, mind a 9 övidek fiúk, és túlontúl. We got the pot packer! És ezt hajlandó lennél addig csinálni, amíg végül eljutsz oda, hogy már nincs jelentősége. Ugye ott a Sedona módszer. Ott is hajlandó vagy üdvözölni az összes élményt, ami följön, képet, hangot, érzést azzal kapcsolatban, hogy úristen, veszteség. És hogyha hajlandó vagy üdvözölni, egyszerűen leengedni a falaidat, akkor egyszerűen megteheted, hogy elengeded azt a rossz érzést, ami ehhez kapcsolódik. És amikor eljutsz oda, hogy nem, már nem jelent semmit, akkor vagy igazán szabadon. Sőt, figyeld meg azt, hogy sokszor nem is neked számít, hanem a környezet mit szól hozzá. Ez egyik tipikus dolog, hogy sokan azért fokozzák a gyászérzését, amikor valaki meghalt, hogy tulajdonképpen éber vagyok arra, hogy ideje volt mennie, ez az életnek a rendje, és lehet, hogy hiányozni fog valamelyik mértékben, de ugyanakkor néha addig fokozzák az egészet őrjöngésig, amíg tényleg fájdalmas, csak azért, hogy bizonyítsák azt, hogy ők mennyire törődtek az illetővel, és mennyire fontos, és ügyek. Tehát, hogyha valaminek az elvesztése ilyen felfokozott, akkor érdemes rákérdezni, hogy lehet, hogy valaki másnak bizonyítom, hogy ez fontos. Tehát például egy szakítás, amikor évekkel később még mindig féltékenységi rohamokat produkál valaki az ex-ével kapcsolatban, meg nagyon szenved, akkor szokta Gary megkérdezni, hogy mennyivel a szakítás előtt ért véget valójában a kapcsolat. És sokszor az derül ki, hogy évtizeddel, még az esküvő előtt tudtuk, hogy ez nem működik, de most azért kell felfokozottan földhöz verni magam és szenvedni, mert bizonyítani akarom, hogy az elmúlt 10 év nem volt egy totális baromság. Tehát nekem tényleg szenvedni kell, hogy elveszettem. Egyébként már a hátam közepére nem tudom, a szagát nem bírom. De hú, ilyen
fontos, mert nem lehettem annyira hülye, hogy 10 éven keresztül valami olyanba kapaszkodtam, ami nem is jelent igazán diból semmit. Jaj, biztos, hogy én ismertem magamra most ebben a sztorival. Teljesen tutira. Azt jutott még ezzel kapcsolatban eszembe, hogy és mennyire bizonyítjuk azt is ezeknek a szakításoknak kapcsán, amikor valahol egyébként nem érzem rosszul magam a szakítástól, de van egy olyan nyomás a külvilág felől, hogy hát hogyan kellene, hogy érezzem magam, ha nekem ez jelentett bármit is, és egy csomószor én magamat is rajta kaptam azon, hogy igazából azért vekengtem itt a szakításom kapcsán, mert ez volt a elvárt. Tehát, hogy így kellett, hogy érezzem magam. És néha így megkérdeztem, hogy amúgy rosszul érzem magam, és akkor ilyen jókat rögtem magam, hogy amúgy nem, hát mondom, akkor jó szórakozás, kisasszony. Csinál csak. Szóval mennyi helyen nem vagyunk hajlandóak elveszíteni dolgokat azért, mert hogy az nem oké, hogy ha te elveszíted azt a dolgot, akkor te nem éled meg azt akkora veszteségként, mint ahogyan kellene, hogy az kinézzen. Ez szerint a valóság szerint egyébként. Aha. Jaj. Érdekes. Ez így... Lehet így... Mi van, hogyha van valakinek az életében egy akkora dolog, és nem is az életébe, a valóságában inkább így fogalmazom, amiért akár még az életét is hajlandó adni. Azt is hajlandó elveszíteni. Most átmegyünk Deidába? Nem megyünk az... Nem feltétlenül Deidába, de így... így tudom, volt egy pillanat, amikor láttam Gerin például azt, hogy komolyan megfordult a fejébe a gondolat, hogyha itt van ez egy somó balfasz, és nem hajlandó előrelépni, mert mindig rám várnak, hogy majd én megoldom nekik, majd jövök egy újabb éberséggel, amit megosztok velük, és egy csomóan egy guruként tekintenek rá. Volt egy pillanat, amikor így lejött, hogy na jó, hát figyelj, hogyha még mindig belém kapaszkodtok, akkor inkább én meghalok, elhúzok a francba innen, és akkor majd kénytelen leszel egyedül boldogulni. És ez ilyen... Valószínűleg ez itt tényleg benne van a világában, hogyha ez teremt nagyobbat. De egyelőre el Istennek az az éberség, hogy azt terem nagyobbat jelent, hogyha marad. Hogy él. De, ja, hogyha marad. De egyébként meg miért nem? Még a test is egy olyan dolog, hogy fölbukkan a érzések, eltűnnek. Fölbukkan a gondolatok, eltűnnek. Fölbukkan egy test, ez is el fog tűnni. Minden el fog múlni. Viszont az az alap, a lényed, a tudatosságot tere, amiből fakad minden, az úgy van. Van. Tehát így van a Kulaya Raja Tantra nevű. Pont ezt akartam mondani. Igen, én is. Gondoltam. Ez egy dzogchen, tibeti tanításnak egy alapszövege, és azt mondja, hogy ez a Kulaya Raja Tantra, ez azt jelenti, a mindent teremtő király. Ez a Kulaya Raja. Ez gyakorlatilag a tudat természete, a tudatunk, a tudatosság, a mindent teremtő király. És a tudatosságot elveszteni nem tudod, legfőjebb letagadni, nem odafigyelni rá, nem vele együtt lenni, de még akkor is működik. Akkor is folyamatában működik, és minden pillanatban oda teszi az orrod elé a dolgokat. És nincs, még csak nem is úgy, hogy akkor elbaszott dolgokat tesz eléd, hogyha éppen nem vagy tudatos, mert akkor is pont ugyan azt teszi eléd, amin keresztül előreléphetsz, hogyha élsz vele. Tehát amikor elvesztesz dolgokat, ahogy te elvesztetted ezt a pénzt, hogy aztán visszajöjjön persze, de amikor elvesztetted ezt a dolgot, akkor van egy nagyon egyszerű access eszköz. Milyen jó, helyes, megfelelő ebben,
amit ideig nem vettem észre, nem ismertem el. És ez egy teljesen egyszerű. Tehát egy, mi van, ha soha semmit nem csesztünk el, hanem minden pillanat, minden egy hozzájárulás és egy lehetőség. A nyereség, a veszteség, a bármi. Bármi egy hozzájárulás tud lenni számunkra. Mi volt az a dolog, András, ami mondani szeretném volna valamit, Maján? Nem. Szóval az lenne a kérdésem hozzátok, hogy nektek mi volt az a legnagyobb dolog, ami, ha bármit megosztanátok természetesen, amit hajlandóak voltatok végre elveszíteni, és azon keresztül megtapasztaltátok ennek a természetét. Hogy volt-e nálatok olyan ilyen breakthrough, amikor egyszer valamit elveszítettél, és ez megmutatta neked, hogy semmit nem tudsz valójában elveszíteni. Hogy volt-e ilyen aha pillanat, amit megosztanátok velünk? Ilyen nagy aha pillanat talán nem volt, ami nekem például az egyik ilyen kulcs a kapcsolatunkban, az, hogy így az az érzésem, hogy szerintem mind a ketten hajlandóak vagyunk egymást is elveszíteni. Tehát, hogy így, és ez voltak olyan pontok, hogy így majdnem szakítottunk így a 10+ éves kapcsolatunk alatt, és ez tök nagy szabadságot ad az, hogyha például bármilyen kapcsolatban hajlandó vagy a másikat elveszíteni, mert ugye amíg nem, addig kvázi a kapcsolat vagy a másik irányít téged, de hogyha hajlandó vagy elveszíteni, akkor ezt bármit, addig tudod, hogy legalábbis van egy ilyen dolog, hogy hajlandó vagy elveszíteni, akkor újra tudod teremteni, mert ez, ahogy mondtuk, hogy a forrás az mi vagyunk. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha nem tesszük nem a másikat tesszük, vagy nem valami mást rajtunk kívüli dolgot teszünk annak a forrásának, amivel rendelkezünk, hanem még hogyha nem is fogjuk föl, hogy teljesen, hogy mi vagyunk a forrásai ezeknek a dolgoknak, amik az életünkben vannak, de hogy azzal, hogy hajlandó vagy elveszíteni valamit, folyamatos teremtésben tudsz lenni, és folyamatosan tudsz jelen lenni a saját magaddal, az éberségeddel, a saját választásaiddal, és ez túlvisza azon, hogy a megfelelésen, és nem arról van szó, hogy sose csúszunk bele mondjuk a megfelelésbe, akár, mit tudom én, munka, párkapcsolat, pénz, meg ilyen bármilyen témakörben, de amint, minél többször hajlandó vagy ez az energia lenni, hogy ha hajlandó vagy elveszíteni, akkor egyszerűen ott van, egyszerre meg kell jelenjen az is, hogy nem azt a külső dolgot teszed a boldogságod, a létezésed forrásává, hanem hogy saját magad választhatod mindezt. És ez egy tök érdekes dolog, mert bár ez jelen van mondjuk akár a mi kapcsolatunkban, meg, de nem egy ilyen konstans érték. Tehát ne úgy gondoljunk erre se, hogy hú, egyszer hajlandó vagyok elveszíteni, és akkor ez most már mindig így lesz, hanem ez újra és újra följön, és újra. Tehát, hogy például ahogy az 1 millió forinttal most így jártál, Niki, vagy bárki bármivel így járt, hogyha így rá gondoltok, ne tegyétek ezt abszolúttá, hanem inkább az energiájával menjetek, hogy oké, most hajlandó voltam, és most, és egy ilyen pillanatnyi, és nem baj, hogy egyik pillanatban meg nem, és utána a következő pillanatban meg újra igen. Tehát, hogy így ez nem egy választás mindenek felett, hanem ez egy újra és újra egy választás. És az a kérdés, hogy választjuk-e újra és újra azt, hogy hajlandóak vagyunk elengedni és elveszíteni dolgokat. És ez az, ami ugye megteremti a teret arra is, hogy akár
annál még jobb dolgok jönnének az életünkbe, vagy nagyobbak, vagy újak, vagy ilyesmi. És hogyha azt mondjuk, hogy ugye itt egyik ilyen tipikus példa, hogy az igazi, a nagy ő, és akkor, hogyha eldöntjük valakiről, hogy ő volt a nagy ő, akkor soha többé nem tudjuk megengedni azt, hogy egy újabb és egy újabb és egy újabb nagy ő jelenjen meg akár az életünkben. És ugyanez az élet minden más terén is igaz. Ehhez kapcsolódnék akkor, hogy ugye mielőtt Majával találkoztam volna, körülbelül egy fél évvel előtte halt meg a párom. És nagyon érdekes, mert ő megjósolta, eléggé tisztelátó, meg fura abszolút X-Men humanoid mutáns volt. Milyen meglepő ez a hír ezen a ponton. Aha. És így megjósolta Maját, hogy majd jönni fog, meg néhányszor így be is jelentkezett még utána, a halál után is. Bár ő sokkal jobban érzékelte az entitásokat, mint én. De mindegy, szóval sikerült nekem is őt így érzékelni. És volt egy pont, tehát egy hosszú időbe tellett, amíg én ezt letettem. Annak dacára, hogy ott volt mellettem már Maja, és érzékeltem, hogy sok szempontból sokkal jobb ez a kapcsolat. Tehát nagyobb tereket, távlatokat, lehetőségeket. De ettől függetlenül eltelt egy idő, amíg álmomban is küzdöttem azért, hogy ő éljen, meg mindig gyógyítottam, küzdöttem az életéért. És volt egy pont, amikor egyszer csak így mélyből följött egy ilyen zokogás, hogy elvesztettem a nagy szerelmet. És akkor egyszer csak így az egésznek a közepén így ráéreztem, hogy mi az, hogy elvesztettem? Igazándiból teljes mértékben nem fogadtam be soha. Tehát, hogy egyik oldalról logikus volt, hogy elvesztettem, de egyrészt, mert az életnek ez a dolga, és időnként meghalunk, szétválunk, ez van. De a másik oldalról meg a nagy szerelem az a pillanatban van. Ebben a pillanatban, és a következő pillanatban meg egy másik minőség, egy másik minőség, egy másik minőség, és az, hogy elvesztettem, az, hogy befogadtam-e egyáltalán, mielőtt elvesztettem, és akkor így rájöttem, hogy úristen, mindig is volt egy fal a csajok felé, ami miatt talán nem fogadtam be teljesen, és akkor én azt ott leengedtem. Aztán mondjuk azóta rádöbbentem, hogy még vannak ilyen falak, és még többet le kell engedni, de akkor az ott egy nagy áttörés volt, és nagyon durva, mert leengedtem azt a falat, és akkor jó, akkor én most befogadok ténylegesen, és valami 4-5 SMS érkezett egy fél órán belül, ilyen vegyél feleségül, csinálok neked tiramisút, dugjál meg. Tehát ilyen minden különböző csajoktól így. Hát ez még így honnan bukkant fel. Ahogy elengedtem Jutit, de ezzel együtt elengedtem azt a nézőpontot is, hogy nincs meg, és elvesztettem. És muszáj is volt, hogyha egy kicsit is őszinte akarok lenni magammal, mert hát Jutival pont beszélgetünk, ő meg a nagypapáját hiányolta, és akkor azt mondtam neki, hogy a nagypapa nincs, de ahogy a nap rácsüt, ahogy a szél megsimogat, ahogy bármi, abban föllelheted azt a fajta törődést, amit a nagypapa jelentett neked, és igazándiból az eszenciáját a dolgoknak nem vesztetted el. És hogyha én ezt volt pofel miatt mondani neki, akkor vele kapcsolatban a kutyakötelességem nekem is ideig elmenni, hogy ez volt egy kicsit a nézőpontom. De aztán, hogy egy másik jellegű veszteséget is hadd mondjak el. Ezt így
őszintén szóval titokban tartottam. És most elmondod neki? Tud róla. Hát úgy tűnik, hogy igen. Ajaj. Mert hogy érzékelem, hogy ezzel lépek tovább. Ezzel lépek tovább, és hogy wow. Akkor hajlandó vagyok az összes ítéletet fogadni ezzel kapcsolatban. Ja. Utána én is mondok egy olyat, majd nyugodj meg, és akkor együtt toljuk el. Nekem is van egy itt olyan, amit senki nem... Itt volt Kosztarikán, talán az első... Igen, az első alkalommal, amikor a hétnaposon itt voltunk. Geri mindig hordja magával egy részét az antik üzletének, és különböző ékszereket kitesz, hogy próbáljuk föl, éljük meg, hogy milyen hozzájárulás egy antik ékszer a testünknek. És hogyha akarjuk, vegyük meg. Találtam egy 33. szintű szabadkőműves nagymesteri gyűrűt. Gyémántal, aranyjal, fehér aranyjal, mindenfélével, és úgy... Aztán elmentünk Ellugára, megvettem, ott volt az ujjamon, elmentünk Ellugára, élveztem minden pillanatot. Bementünk a vízbe, és a sodrás lerántotta az ujjamról, és előtte a gyűrűt a fejembe. A következő pár... Mit akarok én itt az egymilliómmal? Figyelj, aki írt, hogy visszanézi a videó lejét, ne tekerjetek vissza, semmi értelme. Hát ez olyan mennyi volt, másfél? Nem tudom, valami ilyen. Gyakorlatilag a 10%-ot. Wow. Mert hogy azt azért lehet belőle venni. Ez nem kell csak úgy eltenni. Na most, az összes ilyen fasság, hogy akkor ez, ilyen mindent belemagyarázni, hogy ez miért történt. Felesleges. Egyrészt túl vagyok rajta, másrészt minden. Ha van valakinek valami ítélete róla, meg megfejtése egészségére, ez az ő nézőpontja akármi. Az elkövetkezendő pár órában, utána már pár napban, de az első óra volt nagyon gyötrelmes, mert két dolog jött föl. Az egyik az, hogy úristen, ezt a balfasságot, és teljesen ki voltam bukva. Másik oldalról meg föltettem a kérdést, hogy mit teremtettem ezzel a jövőbe, hogy ez így megtörtént. És egy hatalmas, óriási, nagy tér nyílott meg, és öröm. És ami a dolognak a lényege, hogy hosszú ideig totál skizó állapotban voltam, mert egyszerre volt ott az összes ítélet és a világnak a nézőpontjai, és egyszerre volt ott az éberségem, hogy ezzel milyen óriási teret és lehetőséget teremtettem, és rákényszerített arra, hogy eldöntsem, hogy most ezt a könnyű nehezet, ugye minden, ami igaz, az könnyű és teres, és ami nem igaz, az nehéz és összehúz. Hogy hajlandó legyek a könnyű nehezet követni, és hajlandó legyek az éberségemmel menni még akkor is, hogyha minden világi nézőpont azt üvölti, hogy ez nem így van. Loser. Hogy loser. Ja, abszolút. És így egyértelműen a mai napig azt érzékelem, hogy ez valami óriási nagyot teremtett. És igen, egyébként múlt évben ugyanitt Kosztarikán a hétnaposon, de intől kaptam egy olyan kezelést, ahol így nem tudtam elmondani, hogy mit is akarok, de idén rám nézett, azt mondja, hogy lehet, akarsz olyan gazdag lenni, mint egy oligarha. Mondom, nem állok ellen. És akkor valami
Még a közelében nem vagyok, meg nincsenek, és tulajdonképpen egy kis hülye referenciapontom van csak erre az oligarchára, de igen, az energia valahol ott van, de ezt is hajlandó vagyok elengedni, és nem is ez a lényeg, nem, hogy buli az élet. Igen. És nektek most buli az élet? Abszolút. Tegnap láttam, hogy a medence partjáról jelentkeztél be. Aki lemaradt volna, a pénztudatosság csoportba visszanézhet, érdemes egyébként. Én láttam, ott voltam. Ja. Ez egy fantasztikus hely. És gyakorlatilag most arra jutottam el odáig, hogy tehát itt most business class-on utaztunk a repülőn. Volt egy ilyen gondolatunk, hogy azért, hogyha egy kontinensnyit megyünk 12 óra repülőút, akkor az mi lenne, hogyha kényelmesen fekve, meg tudom én. De eddig is volt az, hogy egyszer-kétszer upgrade-eltünk, egyszer meg ingyen kaptunk utána egy business class upgrade-et. Hát azért, hogy így nem... Bizonyos szempontból azt mondom, hogy még mindig nem passzolna bele teljesen, ahogy az emberek eldöntik, hogy mennyi pénzük kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy ilyet bevállaljanak. Én úgy vállaltam be, hogy utána döbbentem rá, hogy nem is biztos, hogy megvan a pénzünk a tanfolyamra. De utána meg lett, meg úgy alakultak a dolgok, hogy még egyszerűen. És akkor itt is bevállaltam, most egy olyan hotelben vagyunk, aminek a része ez a hely, ami gyakorlatilag egy termálfolyó jön a vulkánból, és végigmegy az esőerdőn, és ott vannak ilyen vízesések, meg különböző kis kialakított medencék, és ott tudunk gyakorlatilag egész nap ejtőzni, és valami fantasztikus élmény az egész. És ami a lényeg benne, hogy bizonyos szempontból, amennyibe kerülnek ezek a dolgok, ezek úgy tűnnek, mintha pazarolnék ahhoz képest, ahogy állunk anyagilag. Tehát megint elszórtam, elvesztettem. De nem elvesztettem, mert mekkora hozzájárulás ez? Pont ez, így... bocs, ez jutott eszembe ezzel az első osztályú jeggyel. Tehát utazni turista osztályon 13 órát, amit én gyakran csináltam, ugye? Nyilván középső széken ülsz mindig, nyilván. Tehát annyira nem akarsz, hogy már odaraknak. Business classon vagy első osztályon utazni 13 órát, az nagyon nem ugyanaz. És hogy mire gondolok, én nem utaztam ugyan még business osztályon, de ha megkérdezem a testemet, hogy ő mikor teremtene velem többet, az nem akkor lenne, hogyha szenvedtetném őt a turista osztályon. Ráadásul úgy, hogy most már ugye nagyon sok ez a tengeren túli járat, és egyre kisebbek a gépek, és egyre kisebbek a helyek, tehát már azért nem úgy van, mint 10 éve. Tehát most hát tényleg úgy ülsz, mint a vizeren, és ezt kimondtam, ezt a szót, bocsi. Viszont én mindig ezt a kérdést teszem, mert én ezzel játszom. Nekem ugye van ez a játékom magammal, hogy írj össze 10 dolgot, amiről eldöntötted, hogy lehetetlen a számodra. Összeírom, és mindig ott van közötte, hogy ilyen business osztályon utazzak, és hogy lehetőleg elegáns szállodában lakjak, ahol zongora szól reggel a reggelinél, és alig csak így alig hallod ezeket a kis tányér, meg villa, csak ezeket a kis finom hangokat a háttérben. És amikor visszamegyek a listámhoz, és felteszem a kérdés, hogy ez igaz, hogy ez lehetetlen? Akkor meg röhögök, hogy nem igaz. És végig a listámon ezek, és oké, és akkor mindent, amit erről eldöntöttem, és ez kihez, mihez tartozik, az enyém, vagy valaki másé. És amikor visszamegyek ahhoz a részhez, hogy oké, ha első osztályon utaznék, az mit teremtene nekem? Mennyivel lenne a testem könnyedebb? Mennyivel lenne hajlandóbb velem együtt dolgozni? Mi van akkor, hogyha a business osztályon utazom, akkor másnap reggel nem kell fáradtan felkelnem, és egyből el tudok kezdeni dolgozni,
amíg a turista osztály után le vagy győve az életről 3 napig. Mert 12 órát így ülni, és nem mersz kimenni pisilni, mert ő alszik, akkor vársz, akkor most a kaját hozták, most várod, hogy elvigyék a tányért, most várod. És lehet, hogy... És a másik befogad, amit írtál te, hát annyira zseniális volt, és magamra ismertem, hogy utálok az első ajtón felszállni, mert utálok átmenni az első osztályon, és, tele, és érzékelem azt a sok ítéletet, amit annó én is csináltam természetesen, hogy na, ez meg itt ül az öltönyébe a bunkó, én nekem meg hátra kell mennem. Most meg már így nézem őket, hogy váó, én is itt fogok ülni remélhetőleg. És akkor mi kellene ahhoz, hogy én is itt üljek, és mondom, váó, mennyi ítéletet kaptok ti srácok most, készüljetek fel, falak le. A szexi. Abszolút-e, abszolút-e. És arra emlékszel, nem tudom, hogy tehát az volt az utazásunkkal kapcsolatban, hogy nem tudtunk leszállni a Costa Ricában, a főváros repterén, San Joséban, mert akkora volt a köd, hogy nem volt elég látótávolság ahhoz, hogy letegye a gépet, tehát így átstartoltunk, így fölhúzta, de leszállás közben fölhúzta a gépet. És immár csak az András, hogy egymásra néztünk, mert első alkalommal, amikor jöttünk Costa Ricába, ez 3-szor történt meg velünk, annyira lehetett érezni így a paraszint növekedését, az első, jó van, persze, első, második, úristen, harmadik, tehát így mindegy, és így már csak így egymásra néztünk, mondok, hát igen, akkor ez egy átstartolás volt, és akkor elmentünk egy távolabbi reptérre, és oda ott leszálltunk, és ott vártuk meg, nem is tudom, legalább 2 órát várakoztunk ott, nem? Lehet, hogy többet is. 5 óra valamennyi helyett, körülbelül 10 órakor érkeztünk meg San Joséba. És gyakorlatilag, tehát így ilyen plusz 5 órát. Igen, igen, de a lényeg az volt, hogy amikor ugye leszálláshoz, meg felszálláshoz mindig szét kell húzniuk ezeket a kis függönyöket, amik elválasztják a különböző osztályokat. És mi pont a business class legutolsó sorában ültünk, és így széthúzták a függönyt, és az volt, hogy mi ott business classon simán így le tudtuk engedni viszintesbe, vagy közel viszintesbe az üléseinket, és úgy pihentünk az alatt, amíg a többiek még ott heringeskedtek a turista osztályon, és ahogy így hátra pillantottam, még megláttam egy kisgyerekes apukát, aki így rám nézett, és így mondtam, hogy jó, akkor most engedlem olyan falaidat, mert hogy így annyi ítéletet, mint hogy most így viszintesbe leengedem az ülésemet, és ott még aluszkálok 2 órát, miközben ott ők így egyenesen ülnek. Annyit az életben nem kaptam szerintem, de vagy legalábbis most ez most egy nagyon, nagyon intenzív volt ez a dolog. Nagyon intenzív volt, és mondtam, oké, le, és ne legyek ettől kisebb, hanem vállaljam azt, hogy igen, én most itt utazom, én most megteltem azt, hogy ezt a 2 óra várakozási időt, amikor így nem szállhatunk le a repülőről, stb., én ezt most viszintesbe pihenve fogom tölteni azt a mindenit. Tehát az ott egy, azt hiszem, ilyen, ez egyik legnagyobb befogadás kihívásom volt, amivel eddig találkoztam, amit ilyen tudatosan végig tudtam csinálni. Wow. Ja. Egyébként a dél-afrikai hétnaposon Shannon Geri lánya ugye föltette a kérdést, hogy az ítélet-e, hogy ő gyűlöli a turista osztályt, és Geri válasz azóta nem, az éberség, az ítélet az, hogy nincs pénzed business class-ra. Ez egy ilyen... Ha? És elmondanám, hogy több helyen tanítják, a Access-be is a David Kubesnek volt ezzel kapcsolatban egy hívással, meg máshol is tanítják. Igen, pontosan. Most Hannes például Dél-Amerikába olcsóbban repült business classon, mint turista osztályon, csak oda kell figyelni, meg kérni, meg... És megnézni, mentünk, hogy mennyibe kerül a jegy. Meg sem nézzük, hogy sokszor olcsóbb a turista, vagy a business osztály. Sokszor előfordul, igen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez egy rendszeres dolog, de hogyha időben foglalsz, hogyha kifogsz egy jó akciót, akkor simán lehet, meg hogyha mentek akár ketten, van úgy, hogy
két business class Egyet jegy. fizet, kettőt Igen, kap a például, Katarnál, például szokott igen, lenni igen. október környékén. Tehát mostanában érdemes feliratkozni a hírlevelükre. Ja, ja. Wow. Ja, ja. Szóval... Úgyhogy mi van akkor, hogyha a luxus, és az nem is arról szól, hogy, hogy mennyi pénzed van, hanem mi van akkor az, hogy mi az, amit hajlandó vagy befogadni, és megengedni, és mi az, amire hajlandó vagy kíváncsi ránézni, na vajon, tudom, utazol valóban, vajon oda most mennyibe kerül a business class jegy, ki tudnék-e fogni valami olyan akciót, vagy... tehát, hogy tényleg, és ez most nem csak a repüléssel kapcsolatban, hanem mindennel. Hallottam múltkor valaki azt írt az egyik kommentbe, azt hiszem, hogy vonatjegy, business class, tehát, hogy ilyen első osztályú vonatjegyet ugyanannyiért kapott meg. Tehát, hogy mindenben, bármiben is mindenben, hogyan lehet ezt megengedni és beengedni. Én nagyon szerettem azt, és ezt azóta is használom, hogyha most még nehéz is valakinek ezeket a gondolatokat magához ölelni, mert mondjuk távol van még ettől, vagy most indul az eszközökkel. Én szeretném ezen a ponton elmondani mindenkinek, hogy amikor én 4 évvel ezelőtt balesetet szenvedtem, én fogalmam nem volt, hogy honnan lesz 2 forintom is. És az András azt mondta nekem a legelső alkalommal, amikor találkoztam vele 2016. január 4-én, hogy a választás van először, a hogyan az majd utána történik. Tehát választod-e azt, hogy ezeket a dolgokat megteremted az életedben, tekintesz-e magadra úgy, mint a teremtésed forrására, ahogy te mondtad ezt, Maja, és utána jön az összes többi. Tehát mi van, ha nem tolom el a lehetőséget magamtól, hogy én nekem ez lehetséges, hanem tényleg magamhoz ölem a lehetőséget, hogy figyú, választanom kell először, hogy tehát, hogy nézzem meg, hogy mit szeretnék választani, nem is biztos, hogy akarok első osztályon utazni, tehát természetesen ez mindenkinek a saját világára át lehet ezt így konvertálni, bla bla bla. De hogy tényleg a választás van először, és utána nem kell kitalálni a hogyant, hanem el kell köteleződni a létezés mellett, és hajlandónak lenni, megtenni mindent, kérdéseket feltenni, és befogadni a hozzájárulást. Mert mi van, minden hozzá akar járulni? Tehát tényleg, és mekkora hozzájárulás, csak azért a választás is mekkora hozzájárulás, hogy veszek első osztályra jegyet is. És ez mit teremt, hogy ezt meghozom, ezt a választást? Szóval, szóval ez jutott erről eszembe, hogy erről meséltetek, hogy ha valaki most nagyon felhúzta volna a falait ezekre a sztorikra, akkor hagyd mondjam el, én is ezen a ponton, hogy... Hát emlékszem az első napra, amikor bementem az alapozó tanfolyamra, és gyűlöltem a palacskót, mint a szart, amire elvette a pénzemet. És ott röhögtünk utána. És ott röhögtünk utána, hogy 2 perc múlva a kávé. Ez életem sztoria, imádom azóta is. Zseniális volt. Ja, ja. Igen, ezek így egyik oldalról ilyen kis gagyinak tűnnek mindig a sztorik, hogy hát bezzeg annak idején. Tehát így van ez a For Your Yorkshire Man, vagy mi a Yorkshire Man című sketch, amit érdemes megkeresni mindenkinek, aki tud angolul. Tehát for Yorkshire Man ez a, hogy amikor mi még a bányában küzdöttünk, és apu vert bennünket, és az összes ilyen szarszor, és így közben isszák a pesgőt. És tény, de egyébként a másik oldalon meg én is mindig kénytelen vagyok ezt elmondani, mert ránk néznek, és azt mondják, hogy könnyű nekik. Basszus, amikor Majával az első randink volt, nem bírtam kifizetni az ő mozi jegyét. Nemhogy többet. Sorry! Tehát így nem business class-on utaztam, hanem az utazás az mindig fontos volt. Úgyhogy gyakorlatilag stoppal lementem Gibraltárig, meg Londonba, meg ide, meg oda, meg hippi találkozókra jártam, és az volt a nézőpontom, hogy az ilyen francos előkelő hotelekbe
ott úgyis csak unalmas emberek vannak, meg mit, hát valamivel racionalizálnom kellett. Ahelyett, hogy egyszer ránéznék arra, hogy ez is csak egy választás, és attól, hogy van pénzem, még mehetek hippi találkozóra. És hogyha meg nincs, akkor viszont nem tudok jönni ide. Tehát, mi van, hogyha megengedem, hogy legyen így is, úgy is. Meg nem barátnőt rendeltél, hanem lakást. Én jöttem a lakással. Ja. Igen. De egyébként tehát így ez a rész marad ki sokaknak ezzel a pénzteremtéssel, hogy ezt meg kell engednie az embernek magának. És tudom, hogy egy csomóan úgy vannak a pénztudatosság csoportban, és hogy de hát én megengedem, még kérem is, és minden, és mégsem megy. Nem, hogyha nincs meg, akkor még mindig nem engedted meg magadnak. Akkor még mindig bizonygatsz, akkor még mindig görcsölsz az ügyön. És az nem a megengedés. Tehát tudom, ezért szoktak a legtöbben haragudni. De hát én megengedném, hát itt kuncsorgok már mióta az univerzumnak. Ha kuncsorogsz, akkor még mindig nem engedted meg magadnak, és ezen kell dolgoznod. Tehát, hogyha hajlandó vagyok elengedni, elveszteni, akkor megkaphatom. Ez pontosan ugyanaz, ugye, a Sedona módszer. Ha elengeded az akarást, akkor megengeded, hogy megkapd. Minden az ellenkezője annak, aminek látszik. És minden az ellenkezője annak, aminek látszik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Wow. Hát, wow. Mini alapozón vettünk részt, köszönjük szépen nektek. Az a helyzet, hogy 17:60 itt van Budapesten, itt rámesteredett, rátok meg rátok reggeledet, vagy virrat, vagy bárhogyan is figyel. Mondhatjuk. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy jöttetek ma is, meg hogy sebezhetőek voltatok, megosztottatok, meséltetek, és wow, az én világom ekkora most éppen. És nagyon szép a háttér. Úristen, éppen ezt akartam, hogy egy pillanatra kijebb megyek. Jó, köszönjük. Energiát. No. Akkor kilépek ide. És hát ez itt gyakorlatilag a kilépőnk a házikóból. És most sajnos éppen felős, de ott a háttérben ott a az Arenál vulkán. Wow. Ja. Ez gyönyörű. Köszönjük! Mi is köszönjük. Nagyon köszi mindenkinek. Ezen a ponton hagyd mondjam el gyorsan, aki még itt van, hogy a András csoportja az egyik a Sedona elengedés csoport, ugye? A másik pedig a Tudatosság játszótere Andrással. A Maja csoportja Access Majával. Csatlakozzatok, kövessétek őket mindenhol, nem fogjátok megbánni. Aki pedig miattuk jött ide, az megjöhet az én csoportomba, a Boldog Közösségbe. Szerintem ti többen vagytok, mint akik ma miattam jöttek. Úgyhogy nagy hála, és hagyd mondjam el mindenkinek, hogy kirakjuk a hanganyagot, a szokásos, majd elküldöm nektek is, kirakjuk a ti csoportjaitokba, hogy úton, útfélen, mindenhol is tudjátok hallgatni ezt a beszélgetést. Fedd lesz a YouTube-on is, úgyhogy utólag lehet hallgatni, nézni. És fent lesz természetesen itt a Facebookon is. Úgyhogy nagyon köszönjük. Nektek csodás napot. Köszi a beszélgetést. Szevasztok. Köszönjük. Sziasztok. Köszi, szevasztok. Hello mindenki. Sziasztok.